Ezek a mobiltelefonos felvételek akkor készültek, amikor stábunk délelőtt megérkezett Csengerbe. Borsonyi és Diónyi jég hullott, az ablakon pedig alig lehetett kilátni, félre is kellett állnunk. A település polgármestere a városházán tartott katasztrófavédelmi értekezlet után azt mondta, már a hajnali vihar is jelentős károkat okozott a gyümölcsösökben, a zöldségültetvényeken és a kalászosokban is. A bejelentések most történnek, a felmérések a korai reggelire, majd nem sokkal az interjú előtt volt 10:30-kor egy második jégeső, ami talán még nagyobb volt, mint a reggeli. Úgyhogy még reggel azt mondtuk, hogy a gyümölcsösben a kár olyan 70-100% közötti itt Csengerben, majd ezt követően most már azt mondjuk, hogy biztos a 100%-os kár. Ezt a fiatal ültetvényt megvédte a jégháló, viszont nem mindenki volt ilyen szerencsés. A helyi gazdák szerint a délelőtti második égszakadás minden ültetvényben 100%-os kárt okozott, sőt, több helyen a hajtásokat és a fákat is tönkretette a lehulló jég. Azt mondják, ez a következő évekre is ellehetetleníti őket. A megy mérettől a pingponglabda méretig minden jég előfordult, tehát ez totálisan elintézte. Nem csak a gyümölcsöket, hanem még a hajtásokat is. Tehát ha kárunkat akarjuk nézni, a gyümölcsöknek 100%-os kárt látunk, de még a hajtás növekedés is nagy károkat szenvedett. Tehát nem egy évre vett vissza bennünk, hanem akár 2-3 évre ez a katasztrofális időjárás. Ezeken a légi felvételeken az látszik, hogy a csengeri sportcsarnok éppen felújítás alatt lévő tetőszerkezetét is megrongálta a vihar. A városban nem sérültek meg komolyabban a lakóházak, viszont 12 másik településen, Zajtán, Mételeken, Garbolcon, Uszkán, Kishódoson, Nagyhódoson, Gacsájban, Nyírkátán, Magosligeten, Botpaládon, Tiszabecsen és Rozsájban közel 800 otthon tetőszerkezetében okozott jelentős károkat a jég. A néhány kilométerre lévő Rozsájban a jégeső után a katasztrófavédelem munkatársai 3 megyéből és a romániai Lázáriból érkeztek a helyszínre, hogy segítsenek elhárítani a károkat. A levegőből az látszik, hogy szinte nincs is olyan ház, amelynek ne lennének lyukak a héjazatán. Az összetört cserepeket és paladarabokat leverték, majd ideiglenesen műanyag fúliával helyettesítették. A település polgármestere szerint a lakók el vannak keseredve. A háza körülbelül 85%-a lakhatatlanná vált. Pontosabban inkább azt mondom, hogy a tetőszerkezetét mindenképp javítani kell. Azt most mérik fel a katasztrófavédelem emberei, hogy mennyi az a ház, amiben abszolút nem is lehet bemenni. Vannak olyanok, akik nagyon el vannak keseredve, és azt mondták, inkább felgyújtják a házat, mint sem bemenjenek még egyszer. A helyszínre érkezett a Megyei Védelmi Bizottság elnöke is, aki televíziónknak beszélt a kialakult helyzetről és a védekezési munkálatokról. Kozma Péter azt mondta, estére mindenki elhelyezését megoldják, az érintett településeken senki sem maradt fedél nélkül, vagy lakhatatlanná vált házban. Most beszéltem az operatív törzs vezetőjével, ezredes úrral, a megfelelő védelmi tervnek megfelelően, akinek oly mértékben sérült lakóotthon, hogy ott nem tud tartózkodni, annak az elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni fognak a szakemberek. Az érintett települések polgármesterei várják a segítséget és a felajánlásokat. Leginkább tetőlécekre, cserépre és szigetelő anyagokra lesz szükségük a felújítási munkák megkezdésekor.